Mutatom! Július hónapban sok újdonsággal tudunk végre jelentkezni. Régi tervek voltak, hogy extra vásárokat vigyünk véghez. Így július 3-án, kivételesen szombat délután fogunk megjelenni János Somorján, egy elmaradt gyereknapnak a pót rendezvényén. Ide a helyi önkormányzat hívott meg minket, és nagy örömmel elfogadtuk ezt a lehetőséget. Szeretnénk magunkat kipróbálni János Somorján, és hogyha minden jól megy, akkor esetleg szeptember hónapban majd egy önálló rendezvényt is fogunk ott véghez vinni. Lesz még egy másik extra vásárunk a hónapban, ez pedig július 25-én Halászin, a Dunaparton és a Dunapart melletti nagy parkba fogunk megrendezni egy hagyományőrző vásárt. Ez egy abban lesz különleges, azon kívül, hogy egy teljesen új helyszín, hogy egy egész napos rendezvényre gondoltunk, ami 9-től délután 5-ig tartana. A helyszín nagyon csodálatos, egyrészt ott van a Dunapart, egy szép étterem mellette, és fák között leszünk ugyanúgy, mint ahogy Dunaszegen is. Júliusban ugye második hétvégén Rajkán vásározunk, a harmadik hétvégén pedig itt Dunaszegen. A környezettudatosságot szeretnénk még jobban kiemelni ebben a hónapban. Lesz pólótáska például, szeretnénk felhívni a figyelmet ugye a műanyagmentességre még inkább, hogy csomagolásmentesen vásárolhatnak. Nosza hát jegyezzék fel gyorsan a jövő havi programokat is, hogy le ne maradjanak róluk, és figyeljék folyamatosan a Szigetközi Szatyor közösségi oldalát, ahol az időpontok közelettével egyre több részletet tudhatnak meg az aktuális vásárokról. Felírtátok? Felírtok!